mikor ott vannak a gyerekeim, akkor én egy anya vagyok, és számukra én akkor is anya vagyok, a színpadon énekelek. És ebben semmi gond nincs. Sokáig próbáltam megmagyarázni, hogy ilyenkor, amikor megkérem őket, hogy most akkor úgy viselkedjenek, mintha ne lennék az anyukájuk, csak egy előadóművész vagyok, és ott van mellettük 5 felnőtt, aki csak az ő igényeiket próbálja kielégíteni, tehát a vízzel, almalével, ropival, kekszel, akkor hozzájuk kell menni, hogyha ki akarnak szaladni, pisilni, vagy bármi ilyesmi, és nem hozzám a képen énekelnek a színpadon. De aztán rájöttem, hogy igazából ezt a gyereknek nem lehet megmagyarázni, és ez így jó is. A legviccesebb történet az például az volt, hogy az egyik legviccesebb, egy ilyen alkalom, hogy elvittük őket, leszerveztük, hogy kivigyázz rájuk, megbeszéltük, hogy nem úszítják a többieket arra, hogy mondjuk az egész nézőtér rohangáljon, miközben én nem ezt kértem a színpadra. Megy a koncert, harmadik szám után, kislányom odajön a színpadhoz. Anyuci, adj már egy kis vizet. És akkor jöttem rá, hogy persze, hát miért ne adnék neki vizet? Végül is én ugye az anyukája vagyok, ott van egy pohár víz a színpadon. És akkor így rájöttem arra, hogy hát egyrészt még kicsik, tehát akkor már nagyon-nagyon kicsik voltak. Most már nagyon sok minden meg lehet velük beszélni. Ők igazából nagyon sokszor nem veszik észre, hogy én mikor és hogy dolgozom. Mert ugye megoldom az iskola-óvoda idő alatt, illetve megoldom éjszaka, amikor lefektettem őket. Nagyon sok mindent szoktam csinálni, miután lefektettem őket. Mai nap nagyon szerencsés, mert a párom tud lenni a gyerekekkel. Egyébként nagyon sok olyan fellépés van, azt lehet mondani, hogy a fellépések mondjuk 89% vagy 90%-a, amelyek együtt vannak, miután a párom ugye Fődő Sándor Fódó zeneszerző, zenész, az összes projektemet együtt csináljuk, az összes zenekaromat is együtt csináljuk. Ezért nagyon ritkán adódik olyan helyzet, hogy ha én nem vagyok, akkor ő van. Általában, hogyha én nem vagyok, akkor ő sincs. De olyan is előfordul, mint például a mai délutánon, hogy most a nagyszülőknél lesznek délután a gyerekek, iskola után, mert hogy én megyek fellépni, amelyen nem tud a párom részt venni, mert ő éppen a Presser Gábor Rúzsa Magdi turnéban fog szerepelni ma délután. Azt, hogy a vizet iszod, az csak egyszerűen jól esik, vagy van ilyen koncert előtti rituálét, hogy nem tudom mennyi vizet meg kell inni, vagy van valami ilyened? Van valamennyi rituálé, tehát van olyan, amit nem iszom, tehát még teát nem iszom fellépés előtt, mert akkor nem tudnék egy órát végigcsinálni, annak, hogy a vécére kéne rohannom. Ezért fontos, mert sokan nem tudják. Azt se tudják sokan, hogy olyan cukros italokat se szabad inni, mert ráragad a hangszálakra. Meg az, hogy mondjuk az éjgyomorra nem jó énekelni, de az se jó, hogyha előtte 5 perccel kezdesz el enni. Tehát mondjuk legalább egy órával fellépés, főleg, hogyha egy gyerekkoncertről beszélünk, aminél majd meg fogod látni, végig az egészet mozogni. Ott például nem lenne jó, hogyha előtte valami nagyot ennék. Mondjuk azt megpróbálom, hogy már így több éve rajta vagyok, hogy mi az utolsó pillanatban esek be egy koncertre, hogy maradjon időm mindenre. Mert nagyon sokszor ez így levesz a teljesítményből, hogyha nem tudsz időre elkészülni.